Íme a folytatás, Fission, vagy mi a franc címe, nem tudom kimondani, mert olyan hülye szavakat használok meg, olyan hülye pályacímeket bazd meg, hogy az durva. Na szóval, sziasztok, itt a folytatása a Call of Duty videósorozatomnak, mely elég jól halad. Aha, ez HD-s videó streamingje. Ha, biztos vonatkozik otthon. Na, menjünk. Nem érek rá. Jó van, jó. Na, végre, in-game. Figyeljétek ezt a grafot. Wow, figyeld már, 3D-s térgép. Tudjátok mi az, mi brutál játék? A Far Cry 4. Hú, gyerekek, addig várom már. Az egy beteg játék lesz, az biztos. Hát az 1000%, hogy végigviszem. Végigjátásomból nem lesz, mert ugye azért az más kategória. Mi már láthatatlanok voltak, de durva! Gyereke. Wow, ezek a hangok, nagyon beteg. Itt valami skifi filmet néznék komolyan. Ez itt kellett, ne? Hol kezdődik? Tudja, lelőnek valakit, mindig így szokott lenni. Mondom én, ez az akció, ez mindig így van. Ah, tudtam, hogy lelőnek valakit, de mindig így van. Bazd meg. Hát ennek kampó. Bazd meg, ezt a grafot nézzétek, kölkök. Ez szerintetek rosszabb, mint a Battlefield 4? Hát nem. Ez szebb. Battlefieldnek már leáldozott. Főleg úgy, hogy még a plugin se települ fel a Chrome-ba, így nem tudok vele játszani. Szar shit, játék. Nem fussatok, jó? Ezt a gyors újra töltés? Nem van még valami buzi. Hoppja! Ja, uá! Menjen volna, bassza meg! Elövöldöz ránk. Na, végre más is szedi őket. Jó. Hűha. Hova? Hova toljam? Ah, legyen mondjuk oda. Ja, ez ilyen kötél, ja. Bazd meg, milyen akció, érted? Mi ez? Figyeld majd, ahogy megy majd. Kíváncsi ezek erre. Ja, én azt hittem, hogy ez ide. Gyertek, rohadékok! Hova futsz, bazd meg? Hova? Na, futás. Nem, ez nem robbanó hordó, mert akkor beszokom. Ja, az haver. Hogy bazd, mi a faszom lövöldöz minket? Oké, megvan. Mi az Isten lövöldöz? Enter, jó, menjek be! Hát lol, akkor mondjad azt. Jövök. Na, végre, normális a fegyver. Ez az. Ez az, ebben már lehet aprítani.
Milyen durva, belakkolhatod az enemét. Aztán automatán szétlövő őket, mi? Beteg, mi? Ez a... ez kanép, mert... Jaj! Copy that, Bravo. We've got eyes on a launcher near your position. Grab that launcher and take down that Titan. Bazd meg. Ott van valami cucc. Ez a... ezt nézzetek, hogyan végig. Uammo. Bazd meg. Azt most miért dobtam el? Nem is nyomtam meg a gombot. Anyád! Na bazd meg. Jó, nem döglik már meg. Bazd meg. Alfred rendesen. Most. Na, mi a faszért nem ugrik oda föl? Na most érdekes, most ezt megnézem. Na most nem tudok átugrani ezen a falon, de most miért nem tudok átugrani ezen a falon? Na mindig, ez mondjuk érdekes, de... ez érdekes mondjuk. Mondom, átmentem volna oda a fal másik felére, és akkor ott... ó, figyelj! Én inkább itt meg át, még nem fog sipolni. De, sipol. Gyerekek, de fasza! Ő bazd meg. Megjöttünk. Bravo, reactor core temperature is climbing. That's bad news, right? Yeah. Are below normal rate, but hold it. We can still make it. Hát, amíg támogatná 21.9-et, annak mennyire örülnék emberek, annak mennyire. De hát nem lehet 2014-ben olyan játékot kiadni, ami támogatja 100%-osan a PC konfigurációkat. Azért ez valamilyen szinten röhely még mindig. A legutolsó szar szemét játék is már támogatja 21.9-et. A híres 15.000 fontos Call of Duty az nem támogatja, mert nem értek rá megcsinálni egy darab skriptelést, hogy működjön a 21.9. De azért ez röhely. Nem csak 21.9 nem működik, hanem a több monitoros rendszernél sem működik. Tehát ne azt higgyetek, hogy csak én szívok ezzel, hanem akinek három monitora van, annak csak középen van a játék, tehát ez beszopta. El lehet nyújtani a képernyőt, csak hát akkor meg minden lapos lesz, meg ovális. Én azért benézek ide, jó? Hát, ott találok valami. Na, nincs. Ott igen, hát ezt hamar ütötte. Contact! De jól látom, hogy van. Press unbound, lol.
Na még egy. Ja, mindent látok. Street granate! Az a legjobb granát. Ott ne, ott egy buzi fél. Nem lehet kilőni. Ja, a drónokat lehet vele megizélni, bolondítani. Hova akartok én? Szemek ide. Mi a cheat? Falat. Az egy wallhack, bazd meg. Hoppá, Carter, bocsánat. Hoppá. Oké. Meg kell bolondítani ezeket a szarokat, mert... Te, hova repült? Nem lehet széttelni, nem lehet. Nem lehet. Tudjátok, azt tudtuk, hogy át lehet lőni a falon, de már nem mindenhol lehet ezt megcsinálni. Az az. Mi a fügy a töltényem? Négyes az mi? Hármas az mi? Ja. Nincs taktikai granátom van. Ja. Tök jó, ki lehet lőni ezek a mozgószarok. Gyertek! Ott van. Na végre. Minden buzi meghalt? Nem, meg, meg. Ott né. Na, így most már jó. Jövök, jövök, jövök. Ja. Na, megjöttünk. Ja, hát mondjad. Miért nem tudom kikapcsolni ezt a bedörét, tehát most... ez mi? Ó, bazd meg, az igen. Ja, ho... Na, a drón, ez az. Nekem drón kell. Output just spiked. We're almost there.
Oké. Okay. Na, ezt szépen lerendeztük. Hűha, jó, pauzunk innen. Baj lesz. Itt vagyok, itt vagyok. Megyünk, megyünk. Na, faszom. Ó, az anyád! Na, faszom ebben a hülye izény, jó dolog. Bazzer, de beteg. Hú! Ja. Jó, gyerünk, igyekezz, igyekezz. Ah, megint rám várnak, mindig rám várnak. Prophet, you got this. Az a sapka az kell neki, ez a védjegye ennek a faszinak. Tudja, hogy valami halál lesz benne a játékban, tehát minden egyes ilyen katonai játékban van egy ilyen szomorú pillanat. Battlefieldekben is volt, ebben is biztos, hogy lesz. Az 1000%. Bravo! We're about to go critical. Let's go! Nem tudom kikapcsolni a battery-t, nem? Izével lehet az elemet? A 4-essel lehetett bekapcsolni, de hogy mivel kell kikapcsolni? Na mindegy, érdekes. Nem is használtam még az időlassítást. Futás, fiúk, futás! Bozd meg! Mennyi izé ember? Ez az igazi Call of Duty hangulat, amikor 100 felől lőnek egyszerre, bozd meg, és annyi ember vagy, nem tudod melyik lőjé! Ez az igazi Call of Duty hangulat! Válva szaros Battlefieldek, bozd meg! Van benne önscriptelt ellenség, bazd meg, aki mindig tudja, hogy hova kell lőni, mit tudom én. Itt meg bazd meg. Itt meg százával jönnek rád az ellenségek, érted? Érted? Azt az anyád! Bazd meg, megjött az erősítés, ha-ha-ha. Enemy. Gyertek rohadékok, ne fuss el te buzi, találd már el. Ez érdekes. Le! Menjünk! Bazd meg! A kurva életbe! Gyerekek! Ehhez képest a Battlefield-es rombolások nullák! Bazd meg, egy egész gyárkémény, vagy mi az Isten, atomreaktor kémény összedől! Figyeld! Bazd meg! Ez beteg! Ez az igazi kot hangulat, emberek, ez! Na, menjünk már! Azaz, megjött a... Persze, de már mindben vannak, megint rám vár mindenki. Mennék, de nem tudok! Na, ja, vége a pályának. Nem valami hosszú pálya volt, de azért... Érted, bazd meg, 10-20 perces pálya, de több akció van benne, bazd meg, mint az egész Battlefield 4-be. Tehát, lol. Na nézzük az upgrade-eket, csak 2 pontom van, a recoil, hát az kéne a recoil tenni. Quick aim. A recoil-ra teszek. Jó, hát na akkor ennyi volt ez a pálya, baromi durva volt, és remélem még durvábbak jönnek. Na, köszi a figyelmet, sziasztok!